Az elmúlt két nap alatt 45 tortát kóstoltunk meg, 4 körben 10-12 tortát körönként. Természetesen ilyenkor nem csak szakmai szemmel vizsgáljuk a tortákat, hiszen nem csak nekünk szakembereknek készül a torta, hanem mi szakemberek készítjük a fogyasztóknak, és első körben az ő szemükkel, az ő ízlésükkel próbálunk zsűrizni. Fontos, hogy a tortának szép legyen a külleme, hiszen az ember először a szemével vásárol, és utána ami a legfontosabb tény, hogy milyen az íze. Igazándiból trendeket én nem határoznék meg, az egyik kollégám szavait tudnám idézni, hogy a trend legyen az, hogy precíz munkát végzünk, és tényleg tökéleteshez közelítő termékeket teszünk a vendégek elé. És én azt gondolom, hogy a tökéletes harmóniát kell megtalálni, akár gyümölcsöt, akár csokoládét, vagy bármilyen fűszert, alkoholt használunk fel egy-egy süteménybe. Nagyon fontos, hogy ezek összhangban legyenek egymással. A 10 továbbjutóban nagyon sok különleges torta van, egészen az egyszerűbbnek mondható gyümölcsös csokoládé tortákon kezdve a tökmagos tortán át, egészen a bakonyi túrós csúszáig, vagy például a tihanyi sajtortát említeném meg, de van olyan tortában, amiben például rozmaringot használtak fel. Nagyon elégedett vagyok, elmondhatom, hiszen ugye ez a 10. alkalom, hogy Magyarország tortáját megválasztjuk, és abszolút megfigyelhető az a fajta fejlődés, amit az elmúlt 10 év alatt láttunk ezeken a tortákon. Ez a 10 torta tovább jut a középdöntőbe, természetesen szakmai tanácsokkal el fogjuk látni őket, hogy mik azok a szempontok, amiket még esetleg javítás céljából érdemes lenne a tortákon végrehajtani. Természetesen ezeket nem kötelező megfogadni, ezeket mi, mint szakemberek, a 7 tagú zsűri fogja ajánlani a szakembereknek.